Jól látható, ahogyan a barna autósofőrje már a piros jelzés ellenére hajt be a kereszteződésbe. Ilyen és ehhez hasonló szabálysértőkre vadászott a rendőrség az új drón technológiának köszönhetően. A múlt héten tartották országszerte a Focus on the Road elnevezésű közlekedésrendészeti ellenőrzést, mely során többek között a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, motorosoknál pedig a bukósisak megfelelő használatát figyelték. Emellett fókuszáltak arra, hogy a járművezetők figyelmét milyen eszközök vonják el, így például a kézben tartott mobiltelefon használatára, vagy egyéb elektronikai eszközökre kell gondolni. Országszerte kollégáim összesen 2132 olyan járművezetővel, illetve utassal szemben intézkedtek, akik a biztonsági övüket nem használták. Tolna megyében újszerű módon drónt is bevetettek az ellenőrzések során. Ennek eredményeként összesen 69 sofőr és utas ellen indult intézkedés, mert nem megfelelően használták a biztonsági övet. Továbbá 9 embert figyelmeztettek vezetés közbeni telefonhasználat miatt. Olyan járművezető is akadt, aki dupla záróvonalon előzött, illetve olyan is, aki a tilos jelzés ellenére a piros lámpánál áthaltott a kereszteződésen. Az akció során kollégáim legfontosabb célja az volt, hogy a közlekedés biztonsági helyzetet javítsuk, hiszen Tolna megyében az utóbbi időben eléggé megnövekedett a súlyos sérüléssel végződő balesetek száma. A rendőrség megkér minden forgalomban résztvevőt a közlekedési szabályok betartására és az egymás iránti toleranciára. Legyenek előzékenyek és figyeljenek egymásra, hogy mindenki épségben hazaérjen.